אנחנו נקרא קטעים נבחרים בנושא ראש השנה על פי חוכמת הקבלה. Mi kiválasztott idézeteket olvasunk a Rosh Hashanával kapcsolatosan, a Kabala bölcsességéből. És kérdéseket feltön a Kabala TV-n keresztül, és a kiválasztott kérdéseket megválaszoljuk itt a lecke során. Rav! Mi Elul hónapjáról beszélünk, amely az ítéletnek a hónapja, amikor az ember önmagát ítéli meg, megvizsgálva önmaga cselekedeteit és dolgait, hogy mit ért el az elmúlt évben, és hogy tudja lezárni az évet, milyen konklúziókat tud levonni az előző évből. Ha az év rendesen ment el a csoporton belül, a tanulásban minden rendben volt, és ha helyes módon haladt előre, akkor az Elul hónapját a Rosh Hashanah az új év előtt lezárja, azonban, hogyha azt érzi, nagyon sok törött edény részét tudta korrigálni, és azt látja az ember, hogy túltöltötte magát, sokat vállalt, túl sokat fedezett föl, de keveset tudott megoldani. Abban a munkában, amikor önmagát korrigálja, akkor úgy kell az új évbe fordulni, hogy változásokat kell kérnie, hogy a feltáruló gonosz hajlamot kezelni tudja, mert én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a fűszert is. Tehát nekem kell korrigálni ezt, egy új szintre kell emelkednem. Tehát az embernek, aki valóban úgy kell, hogy érezze magát, hogy a gonosz feltárult, és akkor ezt így is kell megélnie. Tehát ez a megvan a reggelnek a munkája, az estének a munkája, a nappali munka. Ez az, ahogy nekünk érezni kell magunkat. Miközben egy új szint felé haladunk a Rosh Hashanában, hiszen ez ezt szimbolizálja a számunkra. Tehát, mi van itt leírva, mi a munka lényege? Tehát az első idézet, az Elul hónapja, az a bűnbocsánatnak a hónapja. Én a szeretteimé vagyok, és a szeretteim az enyémek, mondja az írás, amely megfelel a bűnbocsánatnak, és ez Szent Zohárban írva van, hogy vissza kell térni a teremtőhöz, amely a Vav betű, annak érdekében, hogy teljes egységre tudjunk lépni a Juda, Hey és a Vava Hey betűvel. Ez az egyenes fény négy állomásáról szól, a Jud Kei, az a Hokma és a Bina, amely két erő van, ugye az adakozásnak az ereje és a megszerzésnek az ereje, mondja Rav, és ezek az erők, amelyek a keterből áradnak ki, a felső fénynek megvan az ereje, hogy megteremtse a vágyat, és arra is, hogy megváltoztassa a vágyat. Tehát a Jud Kei-ben nekünk két erőt lehet felfedezni, amely felülről lefelé vezérel, a megszerzési vágyban működik. A Jud az a megszerzésnek az ereje, de bocsánat, magyarabb, a Hey, az első Hey, az az adakozásnak az ereje, a Bínáé, a Hokma és a Bína együtt a keterből árad ki, tehát nekünk két erőnk van, amely stabilizálja a megszerzési vágyat felülről, és ahogy az előrehalad a fejlődés, a megszerzési vágy átmegy mindenféle határokon, a Vav és a Hey egyesül, a Vav az a Zerampin, az alsó Hey, az Hey Tata, az pedig a Malhut, és ez már a teremtett lényhez tartozik.
És mi tanuljuk, hogy a binának az alsó fele, amely bele van merülve az alsó edényekbe, és ezek is a teremtett lényhez vannak formájézésben, és a teremtett lénynek a munkája az az, hogy a megszerzési vágyat, a malhutot, az alsó hét konvertálja, megváltoztassa, és hasonlóvá tegye a vav betű minőségeihez. És ugye láthatjuk a Jut Cable, ami a Hokma és a Binának a kapcsolata, ennek megfelelően ugyanezt kell megteremtenünk lent, ahogy a megszerzési vágy a Vavkeiben is összekapcsolódjon. Azaz az Erampin és a Malhut egymással. És az alsó fele a Havajának, annak hasonlónak kell lennie a felső részéhez, amely a Juthéj. Tehát a Juthéjnek a Vavhéjhez kell hasonlónak lennie. Ez az, ahogy mi korrigáljuk a teremtett lényt, hogy az hasonlóval válhasson a teremtőhöz. Csak ahogy a teremtő megteremtett a kapni akarást, és két formát adott neki, a megszerzési vágyat és az első héjt, azt ilyen módon olvasztotta össze, és ilyen módon megjelenik az ima és a kérés a reformáló fénynek megfelelően, és akkor egy korrigált Vavhéj jelenik meg, amely nagyon hasonlóvá válik a Juthéjhez, és ezért egy összetapadás jelenik meg a között a rész között, amely a teremtőhöz és az, ahhoz, amelyik a teremtményhez tartozik. Ez az, ahogy a Havaja eléri az egységet, a belső egységet. Rav, én nem először vagyok itt, és a bűnbocsánatról hallom valamit. Mi soha nem vagyunk adakozásban. Tehát mi hogy térjük vissza ezt? Tehát mi nem volt. Tehát én megszerzőbbnek születtem, akkor mit kell megbánnom, hogy visszatérjek az adakozásba? Neked korrigálnod kell a megszerzési vágyadat, nyilván adakozás formájúvá kell tenned. Tehát amikor ott eszel a házigazda előtt, akkor mindent az házigazdáért csinálsz. Oké, na de itt az van írva, hogy nekem meg kell, bűnbocsánatot kell nyernem, de mi soha nem adakoztunk, hogy kell visszatérnem. Tudom, hogy ha kiléptél volna valahonnan, és visszatérsz valahova. Értem, mit mondasz, magyarul. Helyes, amit mondasz, hiszen mert akkor már tikúnak az elején vagy. Nyilvánvalóan egy másfajta formában létezel. Nyilván a teremtő formájával kell korrigálnod magad. Mert meg fogod látni, hogy igazából a teremtőben nincs törés, és nincs bűn. És neked önmagad felé úgy kell fordulnod, hogy az eredeti állapotban kell visszatérned, de csak egy új tudatossággal, egy új érzéssel. De a korrigált forma, mondja Rav, az létezik, ezért mondjuk azt, hogy bűnbocsánat, tehát valójában ez a korrigált forma most is ott van, oda kell betérned. Tehát, hogy miért ezt a szót használja héberül, miért a visszatérés szót használja héberül, nyilvánvalóan ez az pont arra ad választ, hogy a Malhut az Abba Veima állapotát kell, hogy fölvegye, és és ilyen módon kell egyesülnie mind a kettőnek a keterrel. Én megszerző vágy vagyok, ő teremtett engem, az adakozási vágy, és valamilyen célból én elfelejtettem a forrásra, és az egész munkám az életem során, hogy egyetlen vágypontból a környezet által korrigálódjam, mert én csak magamnak akarok örömet okozni, most pedig a teremtőnek örömet okoznom. Tehát mit jelent az, hogy a környezet rendezi el a viszonyomat a forrással? Nem, a környezet semmit nem rendez el. Csak fölébreszt téged a fényre. És a fény rendezel minden. Tehát a közösségben sincsen erő a korrekcióra. Nem az korrigál. Ő csak egy feltételt ad neked a korrekcióra. Tehát az erő az mindig felülről jön.
ראש השנה הוא נתפס לא, 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 לא. ראש השנה הוא נתפס כחג שמח. ראש השנה az az egy boldog ünnep, amikor eszük a mézet az almával, együtt a családdal, és az, amit most olvasunk a Zohárból, meg Rabastól, mindig ítéletről beszél, önvizsgálatról. Nem, hát a szokások is az ítéletről szólnak. Hát miért eszed az almát meg a mézet? Ugyanazt az almát eszed, amit Adam Harishon megevett, amikor végrehajtotta a bűnt. Csak megédesíted a mézzel, és az a méz a kegyelem. Tehát az összes szokás az az ítélet körül forog. Tehát ugye tele van maggal az alma. Ugye például a gránátalmában, amit eredetileg ettek, az 613 magot feltételeztek benne, ami 613 vágy volt, tehát nyilvánvalóan ez a bűre is utalt, hogy 613 bűnös vágyad van. És... De mit teszel? Káposztát? Vagy mit teszel ilyenkor, magyar? Jó, de van valami jó hír, amit a kabala jó híreket, milyen jó híreket hozunk, hogy boldogok legyenek az emberek. Nem, én már a Rosh Hashanát is mondtam, magyar, hogy fel kell fedeznünk, hogy bűnösek vagyunk, és emiatt is boldognak kell lenni, mert a gonosz feltárul, ez a legnagyobb boldogság, magyar. Tehát ez egy szükséges állapot a korrekció előtt. Örülnöd kell, hogy jön a gonosz. Miért ne kellene boldognak lennünk? Tehát van egy pillanat az életetekben, amikor boldogtalanok vagytok és szomorúak, de most olyan hatalmas hálát kérdezed, hogy feltárul, hogy te rossz vagy, és gonosz vagy, és örömmel kell fel a teremtőhöz, hogy végre, uram, elkezdődött a korrekció. És ez a fajta boldogság, ez jön az ünnepek alatt, és ez tárul föl. Különben hogyan tudnál emelkedni? Az ember hogy jut el a fejlődésnek egy bizonyos szintjére? A csoporttól kapsz erőt, tehát nem vagy egyedül. Tehát átmész a fény problémáin, nincs más edényed, mint ez. Tehát neked az edényed az, amit a csoporttól kapsz, és ezért ez a külső edényekbe is belépsz. Tehát te itt vagy, ott vagy, amott vagy, és jön a fény, és elkezd rajta cselekedni. De nem uralkodik fölötted, hiszen más vágyakkal kell összekapcsolódnod, és ezekből a vágyakból te megkapod a fényre való bizonyítékot, és ők ugyan rosszul érzékelik esetleg a fényt, rossz dolgok történik velük, rossz érzékelésük lesz, akkor te azt mondod, hogy oké, biztos van valami korrigálni való. De ha te nem vagy másokba belefoglaltatva, akkor elveszted azt, hogy rajtuk keresztül is megérez, hogy megérkezett a fény. Tehát az, hogy megszerezd a barátoknak a vágyát, ahhoz önmagad oldalról kell megnézned, és el kell kezdened korrigálni. Különösen a jó esetekben nem szabad elveszteni a fejed. Tehát ha jó dolog történik veled, akkor szoktunk elveszteni azt, hogy már nem is tudunk, mire kell gondolni. Amikor az ember bajban van, akkor használja a fejét. Tehát nyilván másodnak a vágyába válik a te vágyad komplexé, teljesé, és ezt kell megérezni és megtanulni. Mivel a fény az nem kontrollál téged igazán, ez egy alapvető szabály, hogy a fénynek és az edények a viszonya milyen. Tehát abban a mértékben, amilyen mértékben te be vagy fogadva másokba, kap szélesebb támogatást a fénytől, jobban fog téged korrigálni, és feltárja benned a gonoszt. Lényegtelen, hogy hogyan. Tehát nem mindegy, hogy milyen cselekedetekkel, tehát neked állandóan és folyamatosan ki kell terjeszteni a tudatosságodat. Ugye a Habad, ugye a dáton keresztül, van, aki bele van foglaltatva, mások van, aki nem, de aki bele van foglaltatva, az fedezi föl őket. Mi itt a szabály, mondja a Niv? Hogyan
dolgozik a fényhullám rajtam másképpen, ha én be vagyok fogadva másokba, és ha nem. Hát mi a szabály ennek, Rav? A szabály egyszerű. Minden egyes parcuf, van egy rész, amelyik másokhoz tartozik, van, ami másokhoz. Minden parcuf így épül fel a tízes körben. Ugye legyen mondjuk a nefesnek a parcufja, vegyük a ruachnak a parcufját, ne is a nefes mondja rab. Ez egy állandó rész, a többi pedig süllyed emelkedik. A ruach szintjén való vizsgálaton túlmenően ne kell vizsgálnunk az összes többi szintet is. Tehát a Nesem a Haya Jehidát, nyilvánvalóan a ruach fog legkevésbé impressionálni benyomás gyakorolni rád, mert ez az állandó. Tehát, és ezáltal te nem is vagy kontrollált a fény, ugye amikor a 100% bűnösségben vagy, akkor a fény egyáltalán tud téged megérinteni. Tehát, hogyha a másfajta vizsgálat kellenek, hogy egyáltalán képes legyen ezt megvizsgálni. Egyetlen edényben nem tudod ezt megvizsgálni, mert nincs benne érzékelésed. A törés ugyanis, azt okozta, hogy nincs elegendő értelmünk ahhoz, hogy fel tudjuk fogni a törött edényben a törést magát. És ezért pontosan a függetlenség, a független vizsgát adja meg neked a törésre a korrekciót, mert ezáltal össze tudsz kapcsolódni saját döntésed szerint másokkal. És ezáltal ismerheted meg a teremtőt, mert a két edény együtt már erősebb. Miért fontos ez a számunkra? Mert mivel az ítéletnek a formája, hogy elérkezik hozzánk, és a bűnbocsátnak a formája, és mindezek a dolgok, amik föltárulnak, ezek a kapcsolatban és a törésben, a felismerésében nyilvánul meg. Tehát egy új kezdet jön, és ez pedig a kapcsolatban egy új kezdet. Tehát az Elul hónapja az a bűnbocsátnak az ideje, és én a szeretteim vagyok, a szeretteim pedig velem, ez pedig a bűnbocsánat maga, írja a teremtő. Tehát nyilvánvalóan itt a barátokra valkozik minden, tehát itt így kell egymástól megerősítést kapni a teremtőn keresztül. Mit jelent az, hogy a korrekció és a parancsolatok azok először a barátok közötti viszonyra vonatkozik? Hát nyilván van az a hely, ahol felakadtál a teremtőt, itt vannak a barátaid, és itt vannak az edények, amelyeket korrektul tudsz használni. Használtod ezen a módon, vagy pedig azon a módon? Nem, a szintek az... Az, aki meg akarja érteni a teremtőt, az csak egyféleképpen használja az edényeit. Az Zohárban írva van, amikor a hely visszatér a Vavhoz, akkor nyilvánvalóan a Jutkei Vavkei egyenesbe kerül. Rabas írásaiból olvasok a következő idézetet. A Rosh Hashanah az a Malchutnak az ideje, amely az ítéletnek a kezdete, és a Malchut az azt jelenti, hogy a teljes világ gyakorlatilag az ítélet által van vezérelve, mivel a Malchutot Izrael gyülekezetének is nevezzük, amely mind a 600 ezer izraeli lelket magába foglalja. A teljes munkája Rosh Hashanának az a Malchut munkának az elfogadásával kezdődik, és ebből a célból imádkoznunk kell, hogy talán a teremtő uralkodjon az egész világon a saját dicsőség által. Ezért a Rosh Hashanah az idő, amikor a teremtőt kérni kell azért, hogy képesek legyünk érezni az ő nagyszerűségét és dicsőségét, azaz a mennyek erejét, amely a mennyei királyságból árad ki. És ez az idő arra, hogy vágyjunk a mennyei királyságra, hogy ez feltáruljon az egész világ számára, ahogy az egész világ ki legyen töltve az ő dicsőségével, azaz ezt érezze az egész világ. Ez az ima, ez az egyénnek és a kollektívnak egyaránt alkalmazásra kell, hogy kerüljön, mivel az ember egy kicsiny világ, és ezért ő egy integrált része a teljes világnak. És ezért az ima az nem maradhat csak bennünk és köztünk, nem lehet önzésre irányuló imánkt felemelni,
hanem az egész világért kell imádkoznunk, és sokkal inkább arra kell irányulnunk, hogy az egész világ ki legyen töltve a Teremtő ismeretével. És ennek a mintázatnak megfelelően az összes imádkozónak Rosh Hasanakor ehhez kell kapcsolódnia, beleértve a tömegek imáit is. Hát ez világos, amit itt ír, mondja Rav. Van az általános bűnbocsánat, amely a kapcsolaton és az adakozáson keresztül nyilvánul meg. Röviden ez az, amit fel kell ismernünk az év során, és alkalmaznunk kell. Ez egy új szint, mert a Sana a szintnek is nevezhető, nem csak évnek. Tehát a 70-80 év az nem más, mint 70 szint. Na, Cika, már még a faravász, hogy mi van? Cika? Oké. A kozmosz segít nekem rossosan, akkor nem? A kozmosz mondja rá, a teával a kezében döbbentett. Tehát mire gondolsz, a csillagokra? Hát de mi történik itt? Mi segít nekem a spiritus munkába? Tehát valami történik a mennyekben. Én nem értem, hogy mi ez. Oké, de az egész világban történik valami, nem? Most jó, Cvika maga is a kérdésed. Tehát, hát ön mondta, hogy van egy erő, ami a Rosh Hasanakor megérkezik, amely segít nekünk ezt a munkát elvégezni a kapcsolat irányába. Mi ez az erő? Oké, most már értem, hogy rab. Tehát van az ágak és a gyökerek, és vannak jobb és rosszabb időszakok ebben a világban. Tehát nekünk van a Föld és a Hold, akik egy bizonyos jelenség mentén összekapcsolódnak, és látotok kell, hogy van itt egy különleges kör, egy ciklus, honnan jön ez a spirituális gyökerekből származik ez, amely egy hatalmas befolyás gyakorol, és ez a befolyás, ez befolyásol bennünket, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem kapunk semmilyen befolyást, de természetesen van, és ez a fajta befolyási szint, ez eléri az embereket, az összes embert. Ezért mondjuk, hogy jobb idők és rosszabb idők, mert valójában van, amikor az ember jobban ért a spiritus folyamat, ami történik, van, amikor rosszabbul. Tehát van valami, amit mi fél évnek nevezünk, emelkedésnek és süllyedésnek, van, ami felülről érkezik, van, ami alulról, nyilván az alsó felületes és felső felületes, és mindenki keresztül, vagy mindenféle dolgokon. A te Rosh Hasanád, az mondjuk nyáron történik, van, akinek pedig télen történik a Rosh Hasanája. Tehát személy szerint ez ezen a módon is megtörténhet. Minden egyes ember esetében ez történhetne másképp is. Tehát ez nem egy kollektív kérdés, ami történik, tehát egy kollektív állapotban kell lennünk, ami mindenkit befolyásol, az egész világot. Tehát látjátok, hogy van egy idő, amikor az egész világ elmerül, ugye, a ostobaságba, és aztán van egy másik idő, amikor magasabb befolyást kapunk, és a világ visszatér, és az emberiség másfajta módon kezd el fejlődni. De a mi számunkra ez lényegtelen. Tehát azok, akik egy személyes módon haladnak előre, ahogy az mondva van, ugye Izrael fölé kell, hogy emelkedjen a szerencsének és az asztrológiának, mert mi a Rosh Hasanai tanulást arra kell, hogy felhasználjuk, hogy magunkat még jobban megszervezzük a spirituális szinteknek megfelelően, hogy képesek legyünk együtt tanulni különböző módon és időben, és ez független legyen a naptári hónaptól. Oké, de a kongresszus előttön azt mondta, hogy a kongresszus elérésének az elérésének megfelelően másképp fog működni a lecke. Én azt gondolom, mondja Ralf, hogy ezen a kongresszuson eljutottunk egy állapotba, ahol valamennyien felismerhettük, hogy a spiritualitás az csak a közöttünk lévő kapcsolatban valósítható meg, és ebben a kapcsolatban fedezhetjük fel azt a teret, amit spiritus edénynek nevezünk, amely az összes vágyat összekapcsolja,
és ebben a fajta hullámban, ebben az edényben az összes vágy integrálódva van a felső fénybe. Ez a felső fény összekapcsolja ezeket valamilyen módon, és elvezeti oda, amit Srinának nevezünk, vagy Sekinának, annak a helynek, ahol feltárul a teremtő. És amikor a teremtő megjelenik ebben a helyben, amit mi előkészítünk, akkor annak a minőségnek megfelelően juthatunk el az első kapcsolatba, az első feltárulási szintre. Ez csak avval együtt lehetséges, hogy felismerjük, hogy nincs más forma, mint a kapcsolat, amelyben föltárad a teremtő. Ez kapcsolódik a spiritualitáshoz. Ez mind csak a tízes körön keresztül érhető el, és nem másképp. Ez az, amit nekünk elértünk a kongresszuson. Én azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb dolog, amit elértünk a kongresszuson. Tehát nincs nagyobb feltárulás, mint ez. Oké, én is így látom, mondja Cvika. De a dolgok a helyükre kezdenek el kerülni. Tehát most hirtelen jó dolgok történnek, nem emelkedtek tovább az árak Izraelben, csomó jó dolog kezdett el történni Izraelben. Ez most jó vagy nem jó, amit itt látunk Izraelben? Én nem vagyok ennek részese, én ezt nem tudom megítélni, mondja Rav. Jó, de hát most úgy néz ki, mintha egy kicsit minden stabilizálódott volna. Tehát én a világ befolyására gondolok, hogy a világ egyre jobban elkezdi felismerni, hogy mi az igazság. Én nem hiszem, mondja Rav, hogy például az ISIS a legrosszabb dolog a világban, ami feltárulhat, ugye ez a iszlám állam, és nem ezen keresztül kell rájutnunk, hogy mi történik. Tehát valószínűleg az ISIS az a saját munkáját végzi a világban, a törvényeknek megfelelően, és a teremtő működteti őket, és nézzétek meg, hogy a világ hogyan gondolkodik mindenről, és a létezésnek bizonyos szintje hogyan valósul meg. Tehát itt az új erők hogyan kezdenek el összekeveredni egymással. Tehát én nem gondolnám, hogy én nem látok semmit rossz dolognak. Minden meghatározott célra jött a világba. Tehát, mondja Rav, ezért nem lehet most jobb se, hiszen nem volt rosszabb, mondja Rav. Ezért most ugye csapásokat mérnek Irakban, meg Szíriában, gondoljátok, ez megváltozott valamit? Hát adjatok már ezzel, mondja Rav. Tehát mit gondoltok? Ez bármit megváltoztat, hogy megbombázzák őket? Semmilyen fog megváltozni. Csak mi tudjuk megváltoztatni bombák nélkül? Akkor ez bűnbocsánat, ha mi megváltoztatjuk a világot. Hát nincs más mód arra, hogy tegyetek bármit a jóért. Tehát nagyobb, kisebb, jobb, rosszabb, ez mind a teremtőtől függ, és ez mind a teremtő vezényli. Hát most van a Hamas ideje, aztán majd az ISIS-nek az ideje, aztán majd jön a harmadik. Lehet, hogy a kínaiak támadnak. Hát mit tudjuk mi, mondja a mosolyogva. Tehát nem tudom, mi fog történni. De meg kell, hogy értsétek, hogy végső soron a törés az, ami mindent okoz, és az összes korrekció az így kezdődik, hogy visszatérünk az eredeti állapothoz, és a héj egyesül a vávval, ahogy ezt mondtuk. Tehát korrigálódnak a vágyak, és mindenki az adakozás érdekében kezd el dolgozni. Nincs más mód, hogy a világ jobb legyen. Oké, de a kongresszus után van a kongresszusnak valamilyen pozitív befolyása a fizikaiságra? Nem tudom, hogy mit jelent a jobb. Ezt próbáld megérteni. Tehát én mindent úgy látok a világban, hogy szükségszerű annak érdekében, hogy a világ fejlődjön. Tehát, mondja Rav, hogyha mi jó dolgokat csinálunk, akkor láthatjuk, hogy azonnal a jó eredmény nem szükségszerű. Hát miért így lenne ez?
Hát miért történne azon talán valami jó? Miért? Ez Ramos mindig azt mondta, hogy ugye hogy töltöd meg, hogy tömik a libát? Hát nem úgy tömik a libát, hogy egyszerre belenyomnak 20 kilót. Ez a Rav mutatja, ez halálos. Tehát az, hogy hogyan kell megtölteni, úgyhogy rögtön, hogy ellenőrizni kell állandóan, hogy ami belemegy, az hogy helyezkedik el benne. Tehát most nyilván nem az élőlibáról beszélünk, hanem amikor főznek. Tehát honnan tudhatod, hogy mi történik és miért? Honnan tudhatod, hogy melyik rendszer a rendszernek muszáj, hogy megjelenjen? Hát nem tudhatod ezt. Ezért nem tudsz kikövetkeztetni eseményeket. Tehát a felső spirituális rendszernek a működését teljesen másképp kell fölfognod. És látnod kell, hogy igen, az adók most lejjebb mennek, akkor most jó volt a Szentpétervári kongresszus. Hát ez nem így működik, magyarabb, mert nem is tudjuk, hogy így működhet-e. Oké, na de nekünk kell valami hajtóerő, ahhoz tovább haladjunk, Rav. A hajtóerő, hogy tovább haladj, ha neked egy egoista hajtóerő kell, benzin, akkor nem fogsz ilyet kapni. Oké. Na de hogyan hajtsuk végre a spirituális munkát, hogyha nincsen hozzá tórák meg erőnk? A spirituális munkában azt annak érdekében kell végre, hogy adakozz. És hogyha én most kapok egyfajta korpás előnyt a munkámból, a gondolod, hogy ez az adakozás felé fog téged elvinni, mondja Rav? Nem, ez még jobban összezavar engem, és össze-vissza töröm magam ebben a munkában. Tehát nekem nem szabad ezt a fajta jutalmat keresnem, mert nagy bajban leszel. Tehát nincs egy jutalom ebben a világban, a következő világban, ez tilos így keresned. Tehát itt volt egy kongresszus, most a kongresszus után várom, hogy milyen jutalmat kaptam. Lejjebb ment az adó? Hát ez... Tehát így gondolod? Oké, akkor csináljunk még egy kongresszus a jövő héten, mert hát, ha akkor el is tűnik az adó, mondja Rav, és hogy jobb legyen az élet. Nem, ez nem így működik. Már Cuka is nevetezem. Tehát nyilvánvalóan később fogod megérteni, hogy mi volt az ítéletnek a lényege Rosh Hashanakor. És pontosan azáltal, hogy a jó formákat kapod meg, amiről te beszélsz, hogy valami fajta jutalomnak fogadod el ezt. Ez az, ami távol tart téged attól, hogy túlkerülj a fizikai világ megítélésén, és igazából adakozni tudj. Mert állandóan lesed, hogy milyen ajándékot kapsz ebben a világban. Neked nem azért kell csinálnod valamit, mert kapsz érte valamit. Ez csak nagyszerű emberekkel jöhet ez el, hogy érzik, hogy mi történik a világban. Az egyszerű embereknek nem lehet jutalmat mutatni, mert vége akkor az egész előrehaladásoknak. Annak érdekében, hogy túl tudjanak jutni valamin. Tehát neked a kongresszus nem azért kell csinálnod, mert arra kell gondolod, hogy itt lejjebb megy az adó, hanem csak az adakozás érdekében, hogy vagy képes ezt a gondolatot kirúgni az agyadból, na ez egy fontos gond. Tehát, hogy nehezen gondolkodj, hogy lesz itt jobb Izraelben ettől az adó. Ha te valóban, te vagy a hónap hőse, mondja Rav, azaz transformáltad a saját ellenségedet szerető emberré, akkor láttál valamit, akkor a rendszerben megváltoztál valamit. Tehát ez nem úgy működik, hogy csinálsz valamit, kapsz valamit. Ez nem így működik. Hát hogy lenne ez lehetséges? Tehát hogy lenne lehetséges ilyenfajta feltárulás? Nyilvánvalóan ezt a teremtő még el is rejti előled, hogy még véletlenül is összekapcsolod azt, hogy ezért kaptad jutalmat. Tehát mielőtt még megérinteni valamit, tehát egyébként az adakozás úgy működik, mielőtt megérinteni az adakozás, már látod, hogy mekkora a benne lévő öröm. De ez egy másik kérdés, ezt még nem érted, de lehetsz a szintet. Tehát ne azért dolgozz, hogy jutalmat kap, mondja Rav. A Samáti cikk a Purimra van írva. A bölcseink azt mondják, Mózes elrejtette az arcát, mivel a jutalom, ami igazán a jutalom miatt rejtette el az arcát a teremtő, miután a teremtő arca nem lehet jutalom,
Tehát nem azért kell jutalmat látnunk magunk előtt, hogy ezért csinálják a dolgunkat, mert különben azonnal kapnak a rázsú fordulát minden. Na, akkor végre Amikam is kérdez valamit, hogy jól összezavarodhassunk. Tehát kicsit rossosan előtt táruljon már föl a gonosz, hadd kérdezzem valamit. Mi azt tanuljuk, hogy Rosh Hashanah és a Yom Kippur között van a 10 napja a bűnbocsánatnak, amikor a héj visszatér a Vavhoz. De miért ebbe a 10 napba tér vissza? Ebbe a 10 napba, mondja Rav, a mi világunk, a 10 nap bűnbocsánatnak a hatásában van, ezek napoknak. Oké, na de ezt kérdezem. A spiritualitásban nincsen idő, mondja Rav. Hát 10 másodperc alatt is megtörténhet, ez csak egy emlékeztetés. Oké, de a kérdésem az, ez ahhoz hasonló, mondja Rav, mint amikor a 49 tisztátalansági kapuról beszélünk, vagy az 50 napról a húsvét után a savótig, tehát az Omer számlálásról, tehát ezek szimbólumok, a mi világunkban megjön a szimbólumok, a korrekciónak a szimbólumai. Napokban számoljuk ezeket, de ezek belefoglalják az estét, meg a reggelt, és ezeket napnak fogjuk föl. Oké, de mi tanuljuk a Zohárban, hogy a Malkut visszatér az előző állapotába? Igen, újra szűzé válik, mondja Rav. Oké, na de akkor mi ez a 10? Akkor, tehát is 10 fíra, Rav. Tehát ő a Zerampinhoz fordul, és Panim állapotában fordul a Malkut egy teljes módon, ami 10 fírát emel kettőjük között. Oké. Na de akkor mi a Malkut és a Zerampin összetapadásakor a feladatunk? Részt kell benne vegyél, mondja Rav, hogy benne legyél, és hogy ez a nagyszerűségét érez a te helyes hiányoddal. Oké, de ez azt jelenti, hogy ez egy ítélet, tehát hogyan tudok ezen csüngeni? Az ítélet rajtad függ. Majd mi tanulunk még erről, mondja Rav. Orosz kérdés. Tehát ő az... A szenvedés megtisztítja a testet. Ez azt jelenti, mondja Rav, ez így van, nem azt jelenti, hogy a fizikai testet sikálod, ez egy spirituális test, mondja Rav. אנחנו צריכים לחשוב עליו. חבר שלנו אנטולי אוליאנו וחולה עכשיו מאוד. כן. אנחנו צריכים לחשוב עליו. Tehát ugye most nagyon beteg. Igen, rá gondolnunk kell rá most is. Vele kell lennünk az összes barátnak, hogy befolyásoljuk őt, hogy ő hozzánk kapcsolódhasson, és képesek legyünk támogatni őt. És én már gondolkodom, hogy fogunk tenni valamit, hogy a gyógyulását elősegítsük. A fulából kérdezik, hogy minél több erőfeszítést teszünk az imára, annál több zavar érkezik. Mit tegyünk? De miért vagytok boldogtalanok azért, mert jönnek a zavarok? Hát értsétek már, hát hagyjátok ezt abban, ne gyerekeskedjetek, mondja. Hát értsétek már meg, hogy nincs rossz. Tehát most valami felbosszant, akkor elveszel a türelmedet. Ez egy gyerekesség, mondja. Tehát az embernek felnőtté kell válnia, kihívásokat kell látni. Fel kell ismerni, hogy ezek a kihívásoknak úgy kell lennie, ahogy vannak. Tehát egészen meg kell érteni a mélységéig, hogy mi történik. És a spiritualitásban, mondja Rav, erről a belső mély felismerről, ismeretről van szó. Tehát ez mutatja, hogy értjük-e jobban, meg tudjuk egymást jobban szervezni. Ezek jó jelek. Tehát ne úgy viszonyuljuk, ne ilyen gyerekes módon viszonyuljatok dolgokhoz. Az ítélet az nyilván a képességet és a képtelenséget is megnyilvánítja.
Tehát nekünk kreatív módon kell mindehhez viszonyulni. Ugye, Moti? Tehát legyünk együtt ebben. Egyre jobban és jobban. Egy másik réteget tárjunk fel, egy másik réteget. Tehát egyre több réteget hántsuk le erről, mint hámozzunk le, mint a hagymáról. Ez itt, ez az erő, ezt az erőt kell elérni. Én a legtürelmetlenebb ember vagyok a világon, mondja Rav. És mégis látnotok kell, hogy én itt vagyok veletek, és próbálom legyőzni ezt. Moszkvából kérdezik, hogy tehát hogy minden egyes edény által kell a gonoszt kibontani, és minden gonoszt áldásba lehet fordítani. A felső fény az hatalmas, annak érdekében erős teljesen megjelenik, hogy megmutassa a gonoszt nekem. És aztán pedig ezt a gonoszt én gyógyszerként fogjam fel, ami feltárul. Mert pontosan ezáltal tárom fel a szeretetet. Lássuk, mondja Rav. A Zohárban van írva, van a Parasat fejezetben, az ember a teljes gonoszsággal és magányossággal lett megteremtve, és kizárólag a testi edényekben érzékeli magát, és innentől kell elkezdenie csak úgy, hogy a semmiségét és a gonoszságát felhasználja, visszakapaszkodni az emberi szintre, és összetapadni a teremtővel való kapcsolatot. És nyilvánvalóan így kell elérnie azt, hogy megkapja a felső bőséget. Ugyanabban a sötét edényekben, amelyben bűnösként élte meg magát, és ezeket invertálja a megszerzésből adakozási edényekkel, amelyben képes ezt a fény bőségét felfogni, és minél nagyobb a hiány, minél nagyobb a hiány egy edényben, annál fontosabb az edény maga. És ez a teremtő feltárás az vezet. Rav, ne felejtkezzetek meg arról, és erősítsetek meg egymást, amit itt olvastunk most. Ennek megfelelően. Oké. Olvastam még a négyest. Nem. Nincs már időnk. Én csak egy dolgot szeretnék mondani nektek, magyarabb. Mi most elkezdünk az ünnepbe belépni. Egészen a Szukotig, ahol, és ugye tudjátok, hogy elkezdtünk ellenben terjeszteni. Tudjátok, hogy mit hozott a szocsii terjesztés. Hogyan dolgozott az egész orosz csoport, az összes orosz csoport együtt. Oda mentek egy-két hétre, nagyon nehéz volt nekik otthagyni a munkájukat, volt, aki egy fizetésre kapott, volt, aki nem volt szabadsága, volt, aki még pénzbe is került, de megtettek mindent, hogy oda kerülhessenek. Nekünk ugyanezt kell csinálni, itt és most, hogy ellátba el tudjatok jutni. És én kérlek benneteket, Nőrav, hogy úgy tekintsetek erre, mint egy kritikus misszióra. Ezek a napok, innentől kezdve, ma, holnap, holnap után, a három nap Rosh Hashanának, nekünk szükségünk van emberekre ott, egyszerűen. Elsősorban olyanokra, akiknek nincsen még családjuk. Tehát én azt akarom mondani, hogyha sikeres akartok lenni, akkor ez a ti csatamezőtök a spiritualitásért. Moti? Moti Mór, tehát hogy nem értettem ezt a kérdést most, tehát akik elmennek Eilatba, egész Izraelből érkeznek, délről, északról, mindenhonnan, így van, ez így van. Tehát a mi irányultságunk az pontosan arra vonatkozik, hogy az eiláti helyiek segítsenek hozzájuk kapcsolódni, ezért kell érnünk a strandokat, a hoteleket, mert gyakorlatilag egész Izrael ott lesz. Eilat nekünk reprezentálja Izraelt. Ezért nagyon fontos, hogy elkezdjük ezt a terjesztést, hogy lássuk, hogy Izraelben megtörtént a fordulat. Hogy lássuk, hogy... Tehát én még egyszer azt kérem, mindenkitől mondja Rav. Hogy
határozatok meg, hogy milyen időpontban, hogy mentek oda. Simon, ki a kapcsolat? Van egy oldal, amit most köröztetünk a izraeli csoportok között, de még egyszer, mindenkinek regiszterni kell, de mi fogjuk utána megkeresni az embert, tehát küldjetek el azt, hogy jönni akartok, senki ne jön el lábba engedély nélkül. Ha van autótok, azt is meg fogjuk kérdezni. Oké, okay, Rav. De csak egyszerűen oda zuhanjatok, mondja Rav. Nem, nem, még a jó akarattal se. Kérjetek engedélyt, készüljetek föl rá. Beszéltek meg, mennyi időt lesztek ott, Simon. Úgy nagyon sok ezer ember néz bennünket most, mondja Simon. A televízión keresztül. Hiszen a 66-os csatornában vannak, egész Izraelben a 66-os csatorna benn van a hotelszobákban. Tehát hogyan tudjuk akkor a 66-os csatornát is felhasználni erre? De egyértelmű, hogy használnunk kell, magyarabb. Tehát a hotel... Tehát mondjátok meg nyugodtan mindenkinek, hogy honnan jöttetek. Oké, na de itt van egy kutatás, ahol megnézhetjük, hogy... Tehát a hoteleket megkérdeztük, hogy... Tehát, hogy megkérdezik, hogy a 66-os csatornát szokták-e nézni például. Ezt meg kell kérdezni mindenkitől. Igen, mondja a... Valóban akár még a kerekasztalokban is megkérdeztetek. Ugye itt az új évnek a nyomása jön, ez egy tradíció, ugye? Tehát mindenki boldog új évet kíván a másiknak. Mi az az közös áldás, amit érdemes lenne nekünk mondani az embereknek? Rav mosolyogva, hogy a legnagyobb gonosznak örüljetek, mert most föl fog tárulni, ezt mondjátok az embereknek, magyarok. Egymásnak ezt mondjátok, hogy örüljünk, mert itt a gonosz, mondja Rav mosolyogva. Ez a legnagyobb áldás, amit mondhatni tudtok mondani egymásnak. És igazából nincs nagyobb boldogság, mint az, hogy felfedezitek a gonoszt. Ha képesek vagytok a cél fele fordulni, és megtartani ezt. És a gonosz akkor megjelenik, kibomlik, és ez egy óriási kihívás jelent. Ez olyan, mondja, mintha, hogy te szeretitek a munkátokat, vagy egy művész, amikor rájön valamire, hogy mit fog megvalósítani, hogy amint dolgozik, meglátja a tökéletesség formáját benne. Ez a teremtésnek az öröme, mert akkor hasonlálsz a teremtőhöz. És a teremtésnek az öröme az, amelyik feltárulhat, akkor látod, hogy ki vagy te valójában. És hogy válsz a teremtőhöz hasonlóvá. És akkor ez kibontja benned a rosszat. És ez a lehető legjobb dolog, ami történhetek veletek. Ez a legnagyobb áldás. Mi szembesülünk majd ezzel, mondja Rav. Ez előttünk áll még, mert nekünk megvan a területünk, a helyünk, hogy mit fogunk és hogyan fogjuk korrigálni. Tehát nekünk össze kell kapcsolódnunk, sikeres terjesztést kell tennünk eladba és máshol is. És én biztos vagyok benne, azok, akik magukat ennek szentelik, sikeresek is lesznek. És megkérdőjelezhetetlenül... megkapják ezt az áldást. És... Van még egy különleges menetrendünk ma. Tehát ami tervei mára megvannak, audiomat a sugárzástán megbeszéljük. Tehát mindenkinek boldog ünnepet kívánok, mondja Rav. És egy jó hírem van, hogy az, hogy mekkora erősségünk lesz elviselni, ami történik, az rajtunk múlik, hogy képesek legyünk örömet okozni önmagunknak is, és a teremtőnek is. És akkor összefoglaljuk, mindenkinek boldog ünnepet kívánunk! כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר
מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות